szerintem. Egy történetet mondok el. Nem többet és nem kevesebbet, de ez a történet veszélyes lesz. Veszélyes egyrészt rám nézve, mert hogy személyes, és veszélyes lesz rátok nézve, mert a történetből egy szemlélet fog előbújni, az előadásom végén pedig egy eszközt mutatok meg, ami alapján talán nehéz döntéseket hozhattok. Mindezt azért teszem meg, mert azt gondolom, hogy a világ legnagyobb vállalkozása az maga a saját életünk. Nincs annál nagyobb vállalkozás, mint hogy éljük az életünket. Olyan ez, mint egy hullámvasút. Mi rakjuk le a sínjeit, de az irányát nem mi szabjuk meg, csak a minőséget, ahogy a sínt lerakjuk. Sokszor ügyesek lehetünk ebben, meg szerencsések. Máskor meg ügyetlenek, és akkor sikertelenek vagyunk. Egy dolog biztos, hogy maradandó. Az a minőség, amit mi csinálunk ebben. A történetem ott kezdődik, hogy a szüleim eladták a seggem alól a babakocsit. Csak hogy ekkor én már 4 éves voltam. Eladták a fenekem alól a babakocsit, pedig egy ideális helyre születtem. Egy ideális helyre, Európa szívébe, ahol a szocialista rendszer dúlt, fix állás, fix fizetés, fix élet járt minden felnőtt korúnak. Az én seggem alól meg alatták a babakocsimat, hogy ott álljak saját lábra, és keressem meg a saját helyemet. Mire tinédzser lettem, a rendszer megváltozott. Addigra már kapitalizmus vad elvárásainak akartam megfelelni. Csillogó állásokat néztem fiatal mérnök menedzserként. És végül 10 év után 3 állás és 2 kontinens végén arra jöttem rá, hogy engem igazából azok az emberek érdekelnek, akik a termékeket és produktumokat létrehozzák, és nem azt, hogy mekkora egy üzlet, az mennyire újszerű, vagy éppen milyen bugjai és feature-jei vannak annak a technológiának, amit létrehozunk. Az igazi megértés egy igazán nagy pofonnal jött meg hozzám. Kiderült, hogy rákos lettem. Nyugi, 10 éve történt. Arra jöttem rá, hogy az élet igazán nagy kérdései nagyon egyszerűen vannak föltéve. Akkor nekem az volt a kérdés, hogy akarok-e élni. Nagyon egyszerű kérdés, rohadt bonyolult rá a válasz. Miután utána mentem a kérdésnek, a válaszomnak a következő dolog, ami szembe jött, hogy igenis, nagyon nagy szükségem van a menedzsment képességeimre és tudásomra, meg a józanságomra. Nekem egy egészségügyi projektet kellett menedzselnem. Én voltam az, akinek meg kellett beszélni az orvossal, a biztosítóval és a családommal, hogy itt minden rendben lesz, ilyen az út, ott vannak a mérföldkövek, döntünk, nem döntünk, én nem tudom, mi lesz. Ez szükséges, de egyáltalán nem elégséges feltétel volt ahhoz, hogy túléljek. Egy nagyon fontos dolog kellett még hozzá. Ez a nagyon fontos dolog, ez legalább 3 dologból áll. Figyelem, megértés és törődés. És ezt kaphattam én meg az orvosaimtól, a családomtól és a barátaimtól, ott és akkor. Ha ez nincs, akkor én nem tudom feldolgozni azt, ami velem történik. Ha nem tudom feldolgozni, akkor nem tudok túllépni rajta, és ha nem tudok túllépni rajta, akkor nem jutok el odáig, ahol most állok, hogy felelősséget kell vállalnom magamért, mint férfi, felelősséget kell vállalnom magamért, mint vállalkozó, ezen keresztül 100 másik családért, a termékeinknél, ami 1000 másik cégnél szolgál, és most éppen felelősséget kell vállalnom, értetek, hogy ti itt valami értéket kaptok. Ha nincsen figyelem, ha nincsen megértés, és hogyha nincsen törődés. Én ezt kaphattam, és ezt adhattam. Szerintem rendkívüli kihívás embernek lenni. Szerintem az élet legnagyobb vállalkozása, hogy miközben az összes konfliktusunkban benne vagyunk, mert egyáltalán nem természetes, hogy amikor én megnyomom ezt a gombot, akkor az a dia váltani fog, mert azért itt rohadt sok ember dolgozik, meg dolgozott, akik kitalálták ezt a technológiát,
akik most ott összehangolják, hogy én tényleg megnyomom és legyen, és ha nem történne meg, és én itt bosszankodnék, mint gondolj bele, amikor a vízszerelő nem jön ki, és otthon bosszankodsz, és elküldöd a fenébe az ügyfélszolgálatost. Nem gondolsz bele, hogy hány ember dolgozott azért, hogy 3 méterre legyen tőled az a csap. Hogy te azt csak úgy kinyisd, víz jöjjön belőle, és megfürödhess. Nyilván abba se gondolsz bele, hogy hány százaléka az embereknek a világon élhet ilyen kényelmi szinten. Hogy mi mindent kellett összerakni azért. Én erről szeretnék ma nektek beszélni, hogy mi minden kell ahhoz, hogy emberek maradhassunk, és végig gondoljuk azt a sok apró momentumot, ami ahhoz kell, hogy mi azok lehessünk, akik vagyunk. Mert szerintem embernek lenni a világ legnagyobb vállalkozása. Segítséget szeretnék kérni tőletek. Ahhoz, hogy ezt el tudjam mondani, ahhoz részt kell vennetek abban, amit mondani szeretnék. Arra kérlek, hogy nézzetek magatokra. Nézzétek meg, hogy hogy vagytok ti most a székeitekben. Hogy érzitek magatokat? Hogy hat az rátok, hogy én most a témáról, hogy én itt most előadni fogok valamit, rátok vittem át a figyelmet. Nézzétek meg, hogy viszonyultok magatokhoz, hogy viszonyultok hozzám. Adjatok magatoknak, én is adok nektek 10 másodpercet. Ennyibe kerül. Kicsit érezd bele, hogy mi a viszonyunk. Ugyanis ezen alapszik a mi közös produktumunk. Ezen nyugszik, hogy te ember vagy, és én ember vagyok, és mi viszonyulunk valahogy önmagunkhoz. És az alapján viszonyulunk csak a másikhoz. Ezen múlik az egész értelme a mai előadásunknak. Nyilván itt élünk a fogyasztói társadalomba, és ezen edződtünk, és nekem itt kéne motiválóan tudnom elmondani, hogy hogyan maradj ember, vagy én hogyan maradtam ember, vagy egyáltalán mi van ezzel az egésszel. Próbáltam valami motiválót kitalálni. Ezt én úgy hívom, hogy a belső vállalkozó. Ez mindannyiótokban ott van. A belső vállalkozó szerintem az, aki minden nap, amikor fel kell, először nem az óráját veszi fel, és nézi meg, hogy az milyen súlyos, ne adj Isten, milyen értékes, vagy nem a híreket nyitja ki, és azt olvassa el, hanem először egy kicsit magával foglalkozik. Kicsit magába néz, és megnézi, hogy a francba vagyok én ma reggel. Mert nem az a baj, ha én szarul vagyok. Az a baj, ha nem tudom, hogy vagyok. Az a baj, ha nem tudom, hogy ma mi alapján viszonyulok a világhoz. A belső vállalkozó szerintem az, aki nem veszi komolyan, hogy az élet egy szexualitással terjedő lehetőség, ami kivétel nélkül halállal végződik. Ezt ígérem nektek. A belső vállalkozó az szerintem egy csoda. Iszonyú nehéz. Iszonyú nehéz, mert erőfeszítés kell hozzá. Iszonyú nehéz, mert egy csomó nyomás nehezedik ránk. Az időszorítása, a csindrilliárd elvárás, amit elvár a feleségem, a gyerekem, az apám, az anyám, a társadalom, és az én nem tudom még kicsodák. Ja, hát a munkahelyem, meg a vásárlók, meg a fogyasztók. És ezekben a nyomásokban kell nekem megtennem azt, hogy én hátralépjek, és ránézzek magamra. Ez nem egy egyszerű kihívás. A belső vállalkozókat rálátásszállítók fejlesztik. Nyilván önmagad is fejlesztheted, de sokat segít, hogyha van egy tükröd. A rálátásszállítót egyébként szupervizornak hívják szakmailag, de ez tök hülye név, nyilván nem ezt használjuk. A belső vállalkozó, amikor belekerül egy helyzetbe, akkor mi mit csinálunk mindannyian minden nap? Ugye mi egyből cselekszünk, vagy ösztönösen valamit cselekszünk, vagy kicsit jobb esetben, mert marha képzettek vagyunk, akkor úgy struktúráljuk, és az egész életünket leéljük úgy, hogy ez egy struktúrálandó feladat. És hazamegyek, és ez egy struktúrálandó feladat, hogy a feleségemmel beszéljek esténként 1/2 órát. Leülök, azt meghallgatom, megvan, kipipáltam, jó van, rendben van, mehet. Bassza meg! Hát viszonyulj már egy kicsit magadhoz. Hogy vagy te abba benne, hogy ma éppen hazajutottál? Utálod, hogy vele élsz még együtt? Vagy éppen szeret, ezt megmered mondani neki? Vagy bemész a munkahelyedre, és kimered mondani, figyelj, ma nekem rossz napom van. Figyelj, ma téged
De miért nem ez az igaz? Tehát és úgy vagyok benne, hogy így az arcom, hello! Szóval, hogyha úgy tudod megcsinálni az egyes helyzeteket, ahogy a belső vállalkozó csinálja, hogy egy pillanatra megáll, hátralép, hogy vagyok magammal, te ki vagy most? És nehogy Isten, utána még egyel arrébb lépsz. És akkor ebből, ahogy én vagyok, meg ahogy te vagy, ebből hogy kéne nekem struktúrálnom, hogy kéne nekem elmondanom azt, amit szeretnék, és így cselekedtem. Szerintem erről szól a valódi élet. Ez egy minőségi különbség, és teljesen mindegy, hogy milyen szintjén éled meg az életedet, hogy sok pénzed van, hogy kevés pénzed van, hogy itt élsz, ott élsz, hogy éppen milyen szerencsétlenségek történtek veled, vagy milyen sikereid vannak. Ez egy minősége minden pillanatodnak, amit te magad dönthetsz el. Ez rohadt nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz. Mondok néhány történetet. Amikor elkezdtem tanulni ilyen rálátás szállítónak, akkor beültem egy ilyen tanuló csoportba, egy körbe voltak a székek, és ültünk, és az egyik fiatal hölgy mondta, hogy akkor ő elmondaná, hogy akkor úgy neki mi a dilemmája, és ez az volt, hogy ő nem talál állást magának. Én egyből jelentkeztem. Hello, akkor mondom. Jó, tehát akkor először menj fel az internetre, és találj egy kedvenc önéletrajzot magadnak. Jó, akkor írd meg a tiedet olyan formátumúra, és aztán küld el millió helyre, érted? Millió helyre az összes barátodnak, a websájtra töltsd fel is. Leültem, és úgy nem nagyon értettem, hogy hülyén néztek rám. Egy óra múlva megértettem. Ez a fiatal hölgy kizárólag kérdéseket kapott. Nem kapott tanácsokat. Nem minősítette senki azt, hogy milyen dolog az nem találni állást így a 21. században. De egy óra után képes volt megmondani, hogy hol van az ő elakadása. Hogy mik azok a dolgok, ami mi miatt ő hozzá se tudott fogni ahhoz, hogy önéletrajzot írjon. Nem, hogy azt, hogy azt elküldje valakinek, és azt fölvállalja a mellkasával. Úgy, hogy utána egy olyan állást találjon, amiben ő működni képes. Ez volt az első élményem. Hülyén éreztem magam nagyon. Évekig ültem így, amire már eljuthattam odáig, hogy én ültem így másokkal. És nekem ez lett a hobbim. Az lett a hobbim, hogy felsővezetőkkel, meg vállalattulajdonosokkal, meg fiatalokkal, aki vállalkozik rá, azzal leülök beszélgetni. De én nem nagyon adok tanácsot. Egy ilyen példa, negyed évente az egyik legnagyobb magyar multi felsővezető csapatával, ez egy 10 fős csapat, el szoktunk vonulni egy stratégiai beszélgetésre. Ezen a stratégiai beszélgetésen ezek az emberek, akik átlagosan 10 éve dolgoznak együtt, van, aki csak 5, és van, aki 15 éve, ezek új dolgokat tudnak meg egymásról. Nem hiszem el. Alapvetően új dolgokat tudnak ott meg egymásról, amitől tudnak kötődni, amiről tudnak, hogy egymáshoz szólni. A másik korábban a stratégiáikat ilyen elvonulások végén ilyen nagy papírokba kiosztották a feladatokat, megvoltak a nagy papírok, hazavitték, felrakták a polcra, illetve rendkívül jó tüzelőértékük volt. Ennyit a stratégiáról. A mi elvonulásaink után 5 dolgot tudnak. Azt az 5 dolgot, amit ők maguk fogalmaztak meg, amiben megegyeztek, és mindannyian tudják, hogy mi van az 5 dolog mögött. Miért akarják csinálni, hogyan akarják csinálni, mitől hisznek benne, miért fontos az, hogy lesz. Ennyi. És tudod, mit csinálunk? Mi leülünk beszélgetni velük. Ez egy 1,5 napos cucc, és ebből 1 napot nem arról beszélünk, amiről szó van, hanem arról, hogy ő hogy van saját magával, meg hogy van a másikkal. És a végén röhögni fogtok. 1/2 óra alatt rakják össze azt az 5 pontot. Ugyanis nagyon könnyű összerakni azt, amiről szó van, ha tudod, hogy hol vagy. Ha tudod, hogy te hol vagy, meg ő hol van, meg ő hol van, meg ő hol van. Újabb történet. Családi vállalat tulajdonosokkal. Fú, nekik rohadt nehéz dolguk van. Ugye mi történik? Ők egyszerre minden nap meg kell, hogy küzdjenek azzal, hogy valami célszerű, vagy igazságos, hogy valami jó, vagy hasznos, mert a családból jönnek az egyik értékek, és ők a tulajdonosok, ugye a hosszú távú értékek, legyen jó, legyen igazságos, legyen akármilyen. A cégből meg jönnek a másik értékek, hozzon profitot, termeljen hasznot, legyen gyors, stb.
megértik azt a nyomást, ami alatt vannak. Megértik, ettől el tudják fogadni, és képesek túllépni rajta, felülemelkedni, és egyszerre kezelni ezeket az óriási és alapvető dilemmákat. Egy másik példa. Ez már a magánéletből. Az egyik kedvenc kisgyermekes kollégám mesélte el nekem, és én azóta nem tudok leakadni róla. Ugye mi a helyzet, amikor kisgyereked van? Akkor az van, hogy otthon vagy. Pont. Mert hogy mész dolgozni, és aztán otthon vagy. Mondom, otthon vagy. Pont. De ez így minden nap van, ugye? Másfél évig, két és fél évig. És mit csinál a feleséged? Otthon van. Pont. A kisgyermekes kollégám egyik este küldött egy SMS-t a feleségének, miközben ő a gyerekeket fektette. Azt mondta, hogy most white party lesz otthon. Szeretettel várlak a white partyra. Egy meghívót küldött neki. Értitek? Megértette a szituációt. Mit csinált? Fehér lepedőkkel leterítette a kanapét, meg a többit, gyertyát rakott ki, meg fehér koktélt kevert. És ő döbbent meg a legjobban, amikor a felesége lejött parti ruhában. Érted? Nem látta egy éve. Így. Na, szerintem ezt jelenti belső vállalkozónak lenni. Én ebben hiszek. Szerintem az életedet élheted nagyon sokféleképpen, teremthetsz értéket, meg küzdhetsz az egész életedben, vagy megpróbálhatsz hátralépni, vagy beismerheted, hogy ez nem megy, és akkor kérhetsz segítséget, mert bunkónak lenni ciki, de segítséget kérni nem. Ennyit akartam mondani. Köszi szépen.